Hát, különböző neveken említették ezt. Emlékszem, a 80-as évek végén, 90-es évek elején indult ez a mozgalom, és akkor a Rózsavölgyi téren, ahol jelenleg egy nagy épület áll, volt egy óvoda, amit le kellett bontani annak a helyén, és ott voltak a növények tárolva. Rengeteg fát meg cserjét lehet látni most is, amit akkor ültettek, ott kaptak a lakók, vagy lakóközösségek, iskolák, óvodák, és anyagok. Na most ment ez végig, kisebb-nagyobb lendülettel, én nagyon örülök neki, hogy a virágzózók részében váltak. Egyetegen jöttek, és gyakorlatilag 10 perc alatt a szülők elintézték a dolgot. Azt hiszem, folytatni kell ezt, mert hagyománya van, és a gyerekek is nagyon szívesen csinálják. Megkapták a kis gerebéket, úgy, mint ami van, és ott átunk, összegerebézik a kertet. Én úgy is jöttem ki, mint a pénzügyi bizottság tagja, és azért jó ránézni arra, hogy mikor, mire költjük a pénzt, hát erre bőven megjön. Ilyen akciókra bőven megjön. Közösségi kertekre is, erre a beültetésre és a többi. Főleg ahogy gyerekeket mozgatni, mert szemléletnevelés is. Szemléletüket ad.